Már a Dózsa György úti óvodások is a húsvétra készülnek. Tojásfával örvendeztették meg a Jókai lakótelepen élőket. A húsvéti díszeket az óvónőkkel közösen készítették. Nem csak a környezetet tették szebbé, de a hagyományokat is visszaidézték az óvisok. Saját készítésű díszekkel érkeznek a gyerekek a kiszemelt fához. A húsvéti kelléket az óvónőkkel közösen alkották meg. Készítettem egy tojást, és így befestettük, utána ide elhoztuk, és elkötöttük a fára. Arra is odafigyeltek, hogy sokáig szépek maradjanak a díszek, és ne árthasson nekik az eső sem. Hoztunk saját készítésű, fából készült tojásokat, ami időtálló is lesz, reméljük, hogy az időjárás is kedvez a továbbiakban, illetve olyan készített díszeket, amiket a lelkes óvónénik és a gyerekek közösen hoztak létre. Az esztétikumon kívül a hagyomány ápolása, felelevenítése volt a cél, mondta Kis János alpolgármester, aki maga is részt vett a díszítésben. Csináltunk egy kis néprajzi kutatást, és kiderült, hogy felső Magyarországon a kisebb településeken szokás volt ilyen tojásfát állítani, és ez a szokás elhalt az utóbbi évtizedekben, de azt gondoltuk, hogy ha egyszer volt, akkor lehet, hogy érdemes ezt újra előhozni, és így gondoltuk ki, hogy itt át ez a szép kis fa, ami alkalmasnak látszott, hogy ezt a régi szokást most megpróbáljuk újra élővé tenni. A feldíszített tojásfa jó példája annak, hogy nem csak falvakban, hanem városokban is lehet a népi hagyományt ápolni, és ezzel a környezetünket szebbé tenni.